Következő felszólalónknak fontos a hazaszeretet átadása az ifjabb generációk számára. Küzd azért, hogy megtalálja és segítse a velük hasonlóan gondolkodó fiatalokat, s beléjük plántálja az Isten, haza, család, hármas egység alapján való gondolkodást, életvitelt. Nagyváradi származása révén kiemelten fontos számára az elcsatolt területeken élő magyarok helyzete. Kérem a Mi Hazánk ifjai budapesti elnökét, Várkövi Márkot, mondja el az adventhez kapcsolódó gondolatait. Tisztelt megjelentek, bajtársak, budapesti lakosok és magyar testvérek! Mint azt már tudjátok, a Mi Hazánk adventi keresztállításában a Mi Hazánk ifjai is minden évben részt vesz. Számunkra a kereszt felállítása megkérdőjelezhetetlen erkölcsi kötelesség, melyre istenhitünk és ezer éves hagyományaink köteleznek. S pont ezekben az időkben van igazán erre szükség, mikor hitünk soha nem látott közömbösség és közutálat tárgya. A kereszténységet, mint világvallást felváltotta egy új szerelem, egy új hit, egy új világvallás. Még Magyarország legsötétebb óráiban, mikor a kommunizmus és szocializmus lidérce kísértette hazánkat, még akkor sem süllyedt ilyen alacsony szintre a keresztény öntudat. Az új vallás neve pedig materializmus. S ennek a vallásnak Pontifex Maximusai azok a globalista nagyurak és multinacionális óriás cégek vezetői, akik az utóbbi évtizedekben az emberi értelmet, hitet, tartást, kultúrát és szentimentalizmust a végletekig kifacsarták az újonnan megalakult egyházközösségből, a fogyasztói társadalomból. És hogy mit üzen a materializmus azoknak, akik számára az emberi élet és lét értelme több, mint drága autók, ruhák és telefonok, és a szórakozás több, mint celebvetélkedők, belvárosi bulik és bulvársajtó? Azt, hogy mi szektás, maradi és bigott emberek vagyunk, akik még mindig a múltat akarják visszasírni. Nos, érdekes megállapítás, pont azoktól, akik számára ennek a vallásnak az üzenete az élet értelme. Ez az üzenet pedig a napnál is világosabb. Emberi mi voltod annyit ér, amennyi vagyonnal rendelkezel, amilyen autót vezetsz, amilyen ruhát hordasz és amilyen telefonod van. S ezen státuszszimbólumok mentén nem számít, ha erkölcsödet levetkőzöd, ha hitedet eldobod, ha gyökereidet elhagyod, ha hazádat megtagadod, hisz, mint azt tudjuk, a cél szentesíti az eszközt. Nos, ezt az üzenetet készséggel közvetíti a mainstream sajtó, és az előbb felsorolt vallási erekjéket pedig szinte már bármelyik sarkon megkaphatod a templomban, azaz egy szintén multinacionális kézben lévő nemzetközi üzletláncban. Ezzel a delíriummal szemben viszont a valóság ettől sokkal igazságosabb. Tárgyainkat, vagyonunkat és ruháinkat ugyan nem visszük a sírba magunkkal, ám tetteinkkel, műveinkkel, cselekedeteinkkel, ha szívvel és hittel csináljuk, Istenünk és hazánk érdekében példát állíthatunk az utánunk jövők számára, s jövőt és világot építünk nekik, mely során számukra is megadódhat a lehetőség, hogy eldöntsék materializmus vagy kereszténység. S ahogy egy német édesanyja írta a világháborúban harcoló fiának, akárhány évet is töltünk itt a földön, az élet mindannyiunk számára oly rövidnek tűnik. Mindnyájan ugyanazt az utat járjuk be, ahogy előbb vagy később jutunk-e a végére, az teljesen mindegy. Nem az idő számít. A fő, hogy tisztességgel éljünk és tisztességgel halljunk meg. Így tehát a mai nap legfontosabb üzenete. Fel kell ismernünk, hogy az emberi élet értelme nem a javak felhalmozásában rejlik, mert a cél nem szentesíti az eszközt. Hiába érjük el célunkat, ha közben emberi mi voltunkat meghazudtoljuk, s gerincünket megferdítjük. Ahhoz, hogy utódaink előtt és Isten előtt is egyenesen tudjunk megállni, jellemünket művelni, sohasem megalkudni, nemzettestvéreinket támogatni, a gonosz ellen harcolni, az isteni örök igazsághoz pedig ragaszkodni kell. Köszönöm.